Na, Kriszta, ha valakit, akkor téged aztán igazán érdekelhet az új Fiat, a Bravo. Nagyon jól tudod, hogy 18 hónap alatt készítették el az első komputeres rajz után. A stíló alapjaira készül. Elől a hagyományos MacPherson, hátul hosszanti csatolt lengőkarok spirál rugóval. Láthatod, hogy visszaadták az igazi olasz formát a stíló után. Ha a profilját megnézed, akkor érdekes lehet, hogy hátrafelé hogy szűkülnek az ablakok. Ezt majd belülről látni fogod. Ezen viszonylag nagy kerekek, 225x45-17. Hát belül nagyon kényelmes, igazi olasz ízlés szerint megcsinálva. Hosszúak az ülések, a belső szélessége nagyon nagy. Igazán kényelmes autó, az ülés magasságban állítható, a kormány két irányban kényelmesen beállítható. Nagyon jó pofa a műszerfalnak a színezése, egy ilyen szélszál merevízéses műanyagot imitál legalábbis ebben a szereltségben, ez a sportszereltség, és ráadásul puha anyagból készül. A kormányról különböző dolgokat állíthatsz. Itt láthatod egy gyenge pontját, a baloldali kilométerórába kicsit nehéz beletekinteni, a jobb fordulatszám mérő az már jobb, középen van egy fedélzeti komputer, itt alul látod a klímaosztályt, fölötte pedig egy összetett kijelzőt, ami annyi mindent tud, hogy el se tudom mondani egyébként, hát persze ez szereltségtől függ, van benne egy navigáció is, az egyébként 20 fillért nem ér, sokkal jobb egy PDA-t használni, de ez nem csak a Fiatra vonatkozik, hanem általában az autós navigációval ma már nem szabad foglalkozni. Ennek egyébként elég nagy baja az, hogy nagyon lassan áll fel. Van benne egy fantasztikus hangvezérlés, most azt hiszem meg fogom mutatni, addig majd csöndbe maradok, illetve akkor elhallgatok, és nagyon lassan áll fel, nagyon lassan dobja fel a különböző menüpontokat, ha leveszed a gyújtást, azonnal elfelejt mindent. Most egy kicsit csöndbe maradok. Two. Oh. Zero. Na, tehát végül is azt akartam megmutatni, hogy mennyire okos, látod, hogy a zéróra, illetve az óra zérót mondott, fölismerte. Itt van ez a jellegzetesen puha, de szénszál merevítéses műanyag. Ebben az alsó kar egyébként a sebességtartó automatika volt. Láthatod, milyen kényelmesek az ülések. Biztonsági szempontból fontos, hogy a biztonsági öv alsó bekötési pontja az üléshez rögzül. Nagyon jó eredményt ért el, 5 csillagos biztonsága van. Nagyon jó a gyalogos elütés és a gyermekvédelem is. Itt azt mutatom, hogy a kezem egészen belerohan a kesztyűtartóba. Olyan nagy a hely, láttad, a luxusautót teljesen elnyeli. A középső könyöklőt mutatom, tologatható, kényelmesebb legyen alatt egy kis zseb, elég kicsi, ezek a pakolási helyek, amik jönnek, itt egy kivehető hamutartó van, illetve italtartóként is használható, van egy kis hely, én a szemüveget tettem oda, 6 fokozatú a váltója, egyébként 160-tól is nagyon jól gyorsul, ott is volt egy kis hely. Itt a hátsó teret mutatja, hátra van víve a szellőzés, sajnos elég sötét kameraállásban próbálok beszállni, de a tértávolság ebben a kategóriában nem túlságosan nagy. A menet tulajdonságai nagyon jók, 9 másodperc alatt van 100-on, ebben egyébként az 1.9-es multijet befecskendező van, befecskendezős motor van 150 lóerővel. Itt belülről azt mutatom, hogy a szűk, illetve széles harmadik oszlop miatt elég rossz a kilátás, és a ablak is egy kicsit kicsi. A 400 literes csomagtér hagyományos módon aszimmetrikus ülőlap és támla döntögetéssel állítható. Hátul is van egy kis zseb az ajtón. Ennek egy eléggé megdöbbentő barna-fekete kárpítozása volt, de nagyon ízléses. A felső az egy olyan félkemény rész, amit majd itt kopogtatni fogok. 160-tól, ahogy az előbb mondtam, eléggé dinamikusan gyorsul, még 6. fokozatban is. 0-ról 100-ra 9 másodperc alatt gyorsul, 209 km per óra a végsebessége, 400 literes alap kivitelben a csomagtér, ami eléggé nagy. Ezt láthatod, és 1175-ig szélesíthető. A motorjáról még annyit, hogy a 305 Nm-t azt már 2000-től leadja, rendkívül rugalmas. Nekem a városi fogyasztása olyan 7-9 körül alakult, ami nagyon jónak számít.
Egyébként ez a motor, ez az egyik legjobb motor talán most, ami a piacon van, egy változó geometriás turbó, hengerenkénti 4 szeleppel. Hát azt hiszem, ezzel az autóval jól el lehetne boldogulni, főleg ezzel a motorral. Ez a sport felszerelés is elég jó. A rugózása egy ilyen feszes rugózás, de ugyanakkor nem megy a kényelem rovására, és a háromfordulatos kormány az egy kicsit kicsi az áttétel, illetve hosszú, de nagyon-nagyon élvezhetően vezethető.